Haló, mindenkinek ez Kurba már... Hegyekbe elfelejtettem videózni, de van egy kép szösszeletem, azt majd megmutatom. Mi jó itt in hamburger? Hát ez tűzforró, úgy mondom nektek, hogy ez tűzforró. És vettünk egy kis alkoholt, srácok. Ez a kis üveg 15%, bekortyoltam kettőt, és be is szédültem. Ezt kb. Elmondom nektek ilyen... 35 lira volt, ami... Sziasztok, majomok! Na most te is beszélj! Szájomba álltam, majom. Adelino, egyszerre elmondod a mutyás különböző inni tiszol? Nézlek. Na akkor másik, melyik a legjobb? Na kóstold meg azt is. Szar. A szar a Fanta a legjobb. Az az én kedvencem is, halóka. Jaj. Tessék. Na kóla. Kólát meg se kóstolod? Ó, egyszerre, fiam. Ja, azt hittem már. Azért akkor már sőt, hogy ez már belém már nem fér már. Eszem, de én belém se fér már semmi. Á, itt aztán lesz izé. Vélem, bírja, nagyon ügyes, pedig a főúton is mindenen is mentünk, de nagyon bírja a kis csávó. Head southwest on Salahatin Yaman Jadesi towards Mersin. Antalya eljöttünk masszázsba, most át kell öltözni valami bikinibe, felét nem értjük. Úgyhogy itt vagyunk a hamába, vagy miben vagyunk. Pucéran, hát ezt tudom. Már kész vagyunk. Először elmondom az én véleményemet utána, Roli. Tehát, ha most ott van egy ilyen, mindegy. Tehát, bementünk a hammába, ami nem gondoltam, hogy ilyen lefürdettek, szószoros értelemben. Úgyhogy először egy ilyen rongyal az egész testemet ledörzsölte, hát az kicsit fájt, főleg a leégett húsomat. Utána mi volt? Ja, utána egy csomó habot tett rám, belefújt egy zacskóba, ami már eleve zsákba, és ez tetőtött, amíg tiszta hab voltam, utána tűzforró vízzel leöntenek, utána letestradíroznak, brutál. A hajamat meg mostanában olyan szinten úgy így rázta. Nekem nagyon jó volt, még vár ránk a masszázs, úgyhogy átnyújtom drága szerelmemet. Tessék! Hát, mint láthassátok a fejünkön, hogy megtették a dolgokat. Amúgy tényleg olyan, mint aki lenne. A lényeg, nagyon brutális, mindenkinek ajánlom ezt a török masszást. Nagyon komoly volt, csak hogy le van égve a bőrünk. Így fájtak, hogyan dörzsölte belénk azokat a ízéket. Bőradírokat, testradírokat. De azon kívül eddig adok 10-ből egy az enyémre, aki csinálta egy ilyen 8-ast. Hát, én a magam... Mert éreztem, hogy a kezemet azt nem csinálta meg, neked azt is csinálta, az ujjaidat, nekem nem, a talpadat is csinálta, nekem a talpamat sem, hát mert figyeltelek. Az a nő nagyon aranyos volt, aki én csináltam. Először szégyeltem magamat, egyébként egy kis gatyóba voltam, és feltartanék. De hát még azokat is úgy megmosta, hogy még aztán elment a szégyeltem. Úgyhogy, ja.
És most lesz a következő rész, amit nagyon várunk. Ez meg az, ez meg az. Úgyhogy, ja. Üdv innen törökből a Maharadzsa Maharadzsa szigetéről. Gyerekek, sziasztok! Én azt mondom, hogy a csontomkat megölték. Ég az egész teste. Bekentek valami, azt mondták medical krémmel, burninger, ez fire, ez láva krém, gyerekek. Bekentek láva krémmel. De amúgy olyan, mintha kialudtam volna magamat. Úgy én is jól érzem magam. Iratkozzatok fel! Csabi azt mondta kamerázzak. Csabi azt mondta kamerázzak. Na itt a zöld süti, lassan! Lassan! Megeszem az összest! Lassan! Nem itt! Hé, Adi! Zacskódott pörgőt csinálok. Hát, hozz, van benne még. Dik. Mit csinál a sütemény? Na, táncoljatok. Előbb olyan jót csináltátok, most meg semmi káncsolj. Más lett a vár, más lett a szabad. Na, felkötöttem is, látszok önök, hát egész nap nem videózok, ugyanis non-stop megy az élet. Most eljöttünk vacsorázni egy nagyon szép helyre, úgyhogy várjuk a kis ételünket, aztán utána nem tudom, nézelődünk, itt a szerelmem. Micsoda? Ó, beleraktad a kést a pokétodba? Hallod, késsel a pokettába. Te gangster vagy! Én is igen, beleraktad a kertbe. Meg gangster. Na, hát az én gyerekem a Dorzo. Itt vagyunk, srácok. Hello, stop. Összetolattuk az asztalokat. Hogy elférjünk, már 26-an vagyunk. Majd megmutatom a kaját, én garlic breadet eszek, meg valami tésztát, spagetti tesznek, fogalmam sincs, miket esznek. A hajam az tönkre van menve, pedig lebalsamoztam, olyan, mint a szalmaszál. Utána desszertezünk, srácok, hogy megy az élet. Innen hazamenni nem akarunk, szerintem ez senki nem akar hazamenni erre látszott. Na, itt van egy kis... Oda neked az ujjadat, nem? Szia! Köszönöm! Köszönöm! Hello! Hello!
célok, hogy haza kell mennem. Amúgy 10 napra jött, nem tudom, hogy mondtam-e azt nektek. Santi! Megjött a kaja. Santi! Nem az egész. Elmeséled a Linóval, mi történt az előbb? Aha, oda ment a papagájhoz, nekiugrott a papagáj, mi meg beszartunk, hogy megharapja az orrát. Ennyi történt. Adelino, mi történt az előbb? Az előbb a papagája? Mi? Rész. Hát itt a kaját. Fiam, most eljön. Kértem, gombát rá, nem mindegy. Nézd, Adelino, mekkora tüzeltet? Segítek én neki, nem. Nem, vacsora van. Szerintem abban mindannyian segítünk. Hát, ja, az olyan tass. Krisztofán, you got anything to say? Santi Pino? Nem jó a spagetti? Nem tudom. Santi nagyon szeretni a spagetti. Na? Nézzük Stella a tesztet. Kell, meg kóstolod? Normális. Hú, ez forró, emelik. Ilyen nem lesz meg. Még a Kriszé, meg a Csabé, hát. Nem a legjobb, az illetve. Nem jó. Ha csak a szám megy elébe. Elmegy. Az állatot is. Elmegy. Még. Na. Jó. Még. A szállalat. Na. Na, most mondjad. Nem olyan jó. 10-ből hanyas? 10-ből 6-os. És a garlic bread nem olá? Jó. Valonnak néz minket, mondja a küldődéjét. Nem értem, hogy az milyen szokás, hogy 3 kaját kihoznak, és a többit meg még nem. Na, akkor. Neked nem kell, mielőtt te is teszek. Ádi, neked nem kell, fiam. A madarunk, aki megcsípte majdnem Adelinót, bekapta az órát, majdnem. Még kihajolta rá. Menni kérjük a kibutazóra. Aha, menj. Menj, ragdod a kiforrod. Hova? Na. De ha nem menjél, megcsípi. Ottan van Raúlnak az apja. Ide a Raúl. A Mustafa. Andó Mustafa. Szerint a kajátok volt a legnehezebb az elcsinálni. Mit? Te kajátok, a legnehezebb az elcsinálni. Tölt krumpli, mert csirkeláb. Majd meglátok, hogy ilyen. Ott fősznek gyerekek. Ott bent. Kész pizza. És menyecské. Ott van Mustafa. Na, addig ottan van a izé, Bojkából a csávó. Mi van Bojka? Csornia. Pont ide néz. Akkor te mit teszel? Na mondd el, hogy mit teszel? Nem. Nem, ott rajtad észre. Na Bojka? Ha nem gondolod mindenki... No, mindig ezt eljátsza. Kap tésztát. Hogy eszik, ez kell neki, és nem, megvettük a kaját. Annyit evett belőle, és már nem éhes. Pizza, nem akkor tészta? Adi! Adi! Kikosztolja meg a pink szószot! Adi, meg kóstolom. Én is már kóstoltam a spagetti. Nagy gyerekek, a kaja kész. Nagyon elfáradtunk. Mondhassuk. De jól laktam, nekem amúgy finom volt. Én nem bírom megérni. Jó volt. De az nem megyek. Vagy hát nem vagyok. Én nem emelkedik.
Nem veszem meg a mustarabokat sem. Kipoprok. Neked milyen volt a krupa? Nagyon finom volt. Nekem nagyon ízlett. Neked nem tudja. Ő csak eszik, de ezeket nem jön. Azért olyan, hogy majdnem leharapta. Tudjam. Szigi nagyon olcsó Törökországban. Ott vannak a desszertek. Mi? Remélem a legjobb hátul. Ó, tényleg. A Bianovot, hogy hívják? Hogy? Biancának hívják, az én ahogy tudja. Barátkoztok! Keep it low! Hozom, fiam, megkeresem, nem tudom hol van. Ülünk, hát már este 11 óra van. Addig mit van? Felolszik, amúgy vacsoráról jövünk. Ma semmit nagyon nem csináltunk. Hát semmit, egész nap medencéztünk, ettünk, ittunk. Ja, voltunk, mert ma szombaton ilyen piacon. Mert a szombaton jönnek ide a piacosok, amúgy egész nap itt vannak ilyen, mint a piacosok, de szombaton jönnek a rendes piacosok. Közben három könyvünkre van megszabadultam. Ó, gyere már szánt, jó lett a hajad! Szeci? Arolinek meg most megmutatom, fogalmam sincs, mit csinálok.